Az EU csatlakozás 10. évfordulója alkalmas arra, hogy visszatekintsünk, honnan indultunk és hova jutottunk. Az volt a célunk, hogy egy reális képet adjunk magunkról. Ehhez hívtunk nemzetközi vendégeket. A tegnapi nap folyamán a visegrádi országok külügyminiszterei, illetve olyan volt miniszterelnökök, külügyminiszterek jöttek össze, akik valamilyen fontos szerepet töltöttek be az elmúlt 10 év során. Az Európa politikának mindig is hangadói voltak, és tulajdonképpen azért mindannyian maguk módján segítették Magyarország Európai Uniós úgymond felzárkózását. A legfontosabbnak talán ezt az erős közép-európai panelt tartom, ahol mind a szlovák, mind a lengyel külügyminiszter, a magyar külügyminiszter társaságában elmondták, hogy a visegrádi együttműködés az érettebb és kiteljesedettebb, mint 10 évvel ezelőtt. Nagy szükségünk van egymásra, és mindannyian úgy nyilatkoztak, hogy az Európai Unióban így tudjuk jobban képviselni a saját érdekeinket is, hogy ezt együtt tesszük, hogy közösen lépünk fel bizonyos ügyekben. Nem kell mindenben egyetértenünk. Vannak kétoldali problémák. Rá is világított mind a szlovák, mint a magyar külügyminiszter, hogy persze vannak nehézségek. De ez nem jelenti azt, hogy olyan ügyekben, ahol közös az érdekünk, ne tudnánk együtt fellépni. És meggyőződésem is, én ezt látom, hogy bizony, hogyha jobban ismerjük egymást, és több területen együttműködünk, akkor a közös problémákat is őszintébben tudjuk megbeszélni a megfelelő fórumokon és a megfelelő módon. Tehát ez esély arra, hogy mondjuk a magyar kisebbségnek a helyzete is jobb legyen majd a határon túl. Őszinte párbeszéd kell ehhez. Aztán a mai nap külföldi elemzők társaságában, illetve a visegrádi országok egykori főtárgyalói társaságában beszélgettünk az elmúlt 10 évről, valamint a délután folyamán elsősorban magyar elemzők, Csaba László akadémikus, Rácz Margit Világgazdasági Kutatóintézettől, illetve Darva Zsolt, egy brüsszeli think tank, a Bruegel Institute részéről elemezték ezt a 10 évet. Hát a mai nap is nagyon érdekes volt. A visegrádi főtárgyalók, azért én is provokáltam őket, és rákérdeztem, hogy mennyire árultuk el egymást, mármint hogy V4 országok a csatlakozási tárgyalások során érhettünk volna el többet. És így bő tíz év után már azért ők is szabadabban beszéltek, minden ország másképp taktikázott, és hát mindenki meghozta a döntéseit, és hát ezeket lehet elemezgetni, politikai kényszerek akkor is megvoltak, de én úgy láttam, és az nagyon fontos, hogy ugye maradtak tüskék a főszereplőkben, de tulajdonképpen mindannyian azon a véleményen vannak, hogy a visegrádi országok azért jó megállapodást kötöttek, sokat elértek, és nagyon hasznos, hogy most bő 10 év után még sokkal erősebb ez az együttműködés, mint amikor indultunk. Ahonnan indultunk és hova jutottunkban pedig azt láttuk, hogy bizony azért az elmúlt 10 évet volt, aki jobban föl tudta használni, mint Magyarország, és az utolsó panel mindhárom előadója azt mondta, hogy egy felelősebb pénzügyi gazdálkodással Magyarország előrébb tarthatna. Tehát amíg mondjuk Budapest ott van Európa legfejlettebb régiói között, addig az ország többi része, 4 régiónk is van az Uniós 20 legszegényebb régiója között, és bizony Szlovákia lehagyott minket, Lengyelország pedig utolért, ami azt mutatja, hogy egy felelősebb gazdaságpolitikával, amit az első 6 évben Magyarország kormányai, akkori kormányai nem teljesítettek, akkor már sokkal előrébb tartanánk. És hát ez azt mutatja, hogy a nemzeti gazdaságpolitikákon rengeteg múlik. Tehát sokkal felelősebben kell otthon gazdálkodni, és akkor leszünk uniós szempontból is jobban teljesítő ország. Akkor van esély arra, hogy a polgárok életszínvonala is nőjön. Tehát Magyarország az uniós átlag 63%-áról csak 67%-ára jutott. Bizony a régióbeli országok ennél nagyobb fejlődésre voltak képesek.